Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik, menj dörög, azt én látom, hogy elsuhan felettem egy madár. Tátongó szívében, szöges drót csőrében szalmaszál. Magamat ringatom, míg ő landol egy almafán. Az Isten kertjében almabort inhalál. Szabó Szilvia és Pakman Péter. Bravo! Na, hát erről beszéltünk. Ilyen magas vagy, nem áll? Ide kiteszem inkább, mert... Hát most lesz majd takarítónő. Minden kismama ilyen jól tudna énekelni. Na hát akkor, Tibi? Ez a két produkció egyébként egymás után jött, mert a takarítónőre ugye visszautalt Majka, és tök jó, hogy visszautalt, mert két módon lehet ebben a műsorban jól szerepelni, vagy úgy, hogy nagyon szórakoztató a produkció, és egy őrületet visznek a színpadra, vagy úgy, hogy varázsolnak egy pillanatot, ami ez volt. Ez volt eddig a Nagy Duett ezen szériájának a pillanata. Gyönyörű volt, átható volt az éneklés, nagyon-nagyon szépen megszületett a dal, meg volt a pillanat, meg volt minden igazából, ami kellett. Úgyhogy azt gondolom, hogy most egymás után láthattuk azt, hogy miről szól a Nagy Duett, vagy csinálj őrült sót, vagy igenis kezdj el énekelni. És a ti párosotokban egyébként mind a kettő benne van, nagyon-nagyon szeretünk benneteket, tényleg. Andi? Szerintem ez az a dal, amelyel bármelyik csatornán, bármelyik előadó művész, ha előveszi, vagy énekes, aki a repertoáriát tűzi, garantált a siker. Egy csapda van benne, hogy vagy nagyon dagályos és szélsőségesen emocionális lesz a dolog, lefordítva egyszerűbb nyelvekre túlságosan érzelmes, vagy pedig túlságosan puritán. Itt most egy olyan produkciót látunk szerintem, ami sem dagályos, sem túlságosan puritán nem volt. Olyan volt, mint egy igazi magyar népdal. Egyszerű, tiszta, érthető és minőségi. Köszönjük! Kuki, nekem nagyon jól él az emlékezetemben, hogy amikor a Hiennel itt álltatok és a Csitárit énekeltétek, az volt az a pillanat, amikor szerintem megnyertétek a Nagy Duettet. Milyen érzés így nézni kívülre? Szerintetek, vagy szerinted, hogy láttad azt, hogy milyenek voltak most ők? Figyelj, Claudia, nincs szavaim. Komolyan, már picike könnyeztem is, pedig ritka dolog, mikor egy Kuki kicsit könnyezik, tényleg, mert általában...
Nagyon-nagyon vidám vagyok. Ezt szóval ezt most ide, ne! De én nem akartam. Nem lehet elrontani ezt a pillanatot máshogy. Hát a jó Isten áldja. Ilyen is. Tehát konkrétan. Ja, értem. Nem. Az a rossz, aki rosszra gondol. Ezt akartam mondani, hogy ezt, amikor majd lefordítják mondjuk Albániában, hogy szeretnék ezt a műsort megnézni, nem fognak így nevetni. Nem, de tudod, mitől aggódok? A holnapi címlapoktól. Tehát, hogy tényleg. Na, hagyd mondja el. Na. Annyira, elrakszom magára, mert nem akartam buckodni, mert tényleg olyan szép volt, megállt a levegő, imádom benneteket, szerintem... mindegy, szuper volt. Nem is akarom beszélni most már, gyönyörű volt. Pontot van, Kuki. Pontot. 10 pont. Andi? A sallangmentesért és a tisztaságért 10 pont. Köszönöm. Kiri? Úgy érzem, hogy kötelességem elvenni egy pontot, és így lett 10 pont, jó? Köszönjük szépen, ez 30 pont. És hát a következő átalakulásban teljesen máshogy fogtok kinézni, azért lássuk be, megmutatják ma azért még azt az oldalukat, ami nem ez, nem a sallangmentes, hanem a nagyon is sallangos. Köszönjük szépen! Köszönjük, sziasztok! Fáradjatok le!